köszöntöm a nézőket, mintegy 120 előadó, 4 napos koncertmaraton. Ez várja azokat, akik 2019-ben ellátogatnak ide Székesfehérvárra, a Fezenre. A koncertek mellett egyébként számos egyéb érdekes program is várja az érdeklődőket. Érdemes lesz ezekben a napokban tehát a helyszínre érkezni. Ezzel foglalkozunk az Esti Mérlegben, ahol egy kicsit bemutatjuk magának a fesztiválnak a történetét, és hát természetesen az előadóit. Tartsanak velünk! Rock, metal és még számtalan műfaj, 120 fellépő, magyar zenekarok és világsztárok várják hat színpadon az érdeklődőket Fehérvárra a 23. Fezen Fesztiválra, július 24. és 28. között. Kovács Antal, a rendezvény főszervezője, kiemelte, hogy az 1997 óta megrendezett fesztivál vérkeringésébe tavaly új helyszín is bekerült, amelyet a Reaktiváló névre kereszteltek el. Itt idén is ötvözik majd a sportból, egészséges életmód tanácsadásból álló programokat, melyeken érvényes belépővel ingyenesen lehet majd részt venni. A Fezen az mindig más szerintem, mint a többi fesztivál, de a saját magához képest mindenképpen az, hogy az első szerdai napunk az egy érkező nappá minősítettük vissza, kifejezetten logisztikai meg költséghatékonysági okokból. Ez annyit jelent, hogy szerdán még nem üzemelnek a nagy színpadok, csak a két gyakorlatilag nagy színpad értékű sátor, kényelmesen be tudnak költözni a kempingezők, nyilván ez egy lényegesen csökkentettebb jegyára, mint a többi nap. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy mi alapján döntik el a szervezők, hogy kit hívjanak meg a rendezvényre. Úgy gondolom, hogy a fesztivál szervezőség minden, mint a Fezennek a szervezősége minden évben figyel arra, hogy megpróbáljunk olyan kuriózumokat Székesfehérvárra hozni, amit egyébként más fesztivál nem vállalna. Nyilván megtartjuk a mainstreamet, a hazai undergroundot, de úgy gondolom, hogy idén is van 2 darab olyan zenekar, ami kifejezetten a zenészeknek vagy az ínyenceknek szól. Ez mondjuk a két amerikai produkció, mind a kettő a progresszív metalnak, úgy gondolom, hogy a évtizedek óta a zászlóshajója, az egyik a Dream Theater, a másik a Queensrÿche, de figyelünk rá, hogy a rock metal szintérnek szinte minden területét lefedjük. Idén úgy gondolom, hogy most már második-harmadik éve van egy nagyon erős retro vonal, ugye idén a Modern Talkingból ismert Thomas Anders, aki ezt képviseli. Idén hoztunk nemzetközi Star DJ-t is. Tehát én úgy gondolom, hogy a Fezen az nem egy tematizált fesztivál, nem is szeretnénk, hogyha az lenne, hiszen a Fezen igazából mindenből 50-50, tehát 50%-ban szól a székesfehérvárieknek és a környékbelieknek, és 50%-ban szól egyébként az ország többi részéről érkező látogatóknak, vagy akár a külföldieknek. 50%-ban szól mondjuk a 15-25 közötti korosztálynak, és 50%-ban szól az idősebbeknek. Ilyen a programválasztás is, tehát kifejezetten próbálunk egy olyan fesztivált csinálni, ami mi ezt ugye úgy hívjuk, hogy a kert végében gyakorlatilag világsztárok vannak, hiszen tényleg az van, hogy a Budai útról mondjuk 10 perc alatt lesétálsz ide, és mondjuk látod a Thomas Anderst kvázi a kert végében. Tehát próbálnánk egy olyan fesztivált csinálni, ami kifejezetten egy családközpontú színes valami. Nyilván próbáljuk ezt a dolgot úgy csinálni, hogy azért meghagyjuk azokat a zenei minőségbeli korlátokat, amik nem feltétlenül férnek le már a szervezőségnek a torkán. Nyilván ez az olló nyílik, ahogy egyébként ezt a piac diktálja, de úgy gondolom, hogy a Fezennek egy nagyon markáns arculata van, az pedig az, hogy minden évben próbál kuriózumokat felvonultatni. Az a tapasztalat tehát, hogy fiatalok és idősebbek is jönnek egyaránt a fesztiválra? Igen, ez gyakorlatilag a 15 évestől a 70 évesig mindenki megtalálható a fesztiválon, és ami csodálatos benne, hogy remekül elférnek egymás mellett. A fesztivál ideje alatt a fesztiválozók biztonságára, épségére, egészségére hogy készültek fel? Hát
vannak ugye alapvető törvényi előírások, amit mindenkinek be kell tartani. Bennünket rendszeresen ellenőriznek is. Ez gyakorlatilag pontosan arról szól, hogy az embereknek, tehát a tömegnek a pánikhelyzetbeli mozgatása az hogy zajlódik. Nyilván figyelni kell arra, hogy mennyi és milyen széles menekülési kijáratok vannak a fesztivál területről. Mi nagyon figyelünk arra, hogy úgy helyezzük el az installációkat, hogy mindenhol legyen egyébként 6-8-10 méter, tehát hogy több száz ember egyszerre egy időben tudjon áramolni. Maguk a színpadok felépítmények nálunk úgy gondolom, hogy 100%-osan biztonságok, mindennek megvan a minősítése, ezeket előzetesen ugye a katasztrófavédelem minden esetben be is kéri. Ugye többszöri helyszíni szemle előzi meg a fesztivált, amit egyébként az Országos Mentőszolgálattal, a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, ANTS-szel közösen csinálunk. Én úgy gondolom, hogy alapvetően fel vagyunk készülve olyasmi katasztrófa helyzetekre, ami mondjuk viharból, szélsőséges időjárásból keletkezik, de hát azt meg tudomásul kell venni minden fesztiválozónak, ha esetleg mi úgy döntünk, hogy ezt a fesztivált most be kell zárni, akkor be kell zárni, és ez nem azért van, mert mi felkészületlenek vagyunk, hanem azért, mert nyilván sokkal fontosabb bárkinek az élete annál, mint hogy mondjuk még 10 percet tovább tartson egy koncert. Kovács Antal kiemelte, hogy a Fezen igen biztonságos, nem jellemző sem a verekedés, sem pedig a lopás. Fontosnak tartja, hogy bizonyos mennyiségű embernél többet ne engedjenek be a területre. Ha jön hirtelen egy olyan orkán erejű szél, ami mondjuk ezt a mögöttünk lévő színpadfedést megbontja, tonnás elemek képesek az emberekre ráesni. Ennek a fele sem tréfa. Én úgy gondolom, hogy mi a saját közönségünkre vigyázunk, 135 biztonsági őr teljesít szolgálatot, csúcsidőben vannak vízvételi lehetőségeink, úgy gondolom, hogy kifejezetten jó lesz a közvilágításunk, a menekülési útirányjelző táblákkal való ellátásunk. Rendőrséggel és a mentőkkel milyen az együttműködés? Rendkívül szoros. Én úgy gondolom, ugye a fesztivál most már 2016 óta ezen a területen van. Nagyon jó kialakultak a prioritások, abszolút tiszteletbe tartja a katasztrófavédelem a mi érdekeinket, nyilván az életvédelem az elsődleges szempont a részükről is, meg a rendőrség részéről is. Vannak civil nyomozók a területen, ugye nagyon próbálunk figyelni a kábítószerfogyasztás megelőzésére, a területet nyitás előtt átvizsgálják drogkereső kutyák, úgyhogy én úgy gondolom, hogy rendkívül szoros és eredményes. A szervezők minden évben biztosítanak 6-8 civil szervezetnek helyet a fesztivál területén, és ez idén sem lesz másképp. Például lehetőség lesz véradásra is. Ami az időjárást illeti, az Országos Meteorológiai Szolgálat folyamatosan küldi a friss híreket. A szervezők természetesen nem csak frissítő italokkal készülnek, az ínyencek is meglepetésre számíthatnak. Valahol itt a felső büfésoron lesz ilyen tépet malachús. Azt mindenképpen kóstolják meg, az rendkívül finom. És annyi, hogy van 2 söröntő pont a fesztivál területen, ahol a Fezenre szállító sörgyárnak mind a 12 féle csaportsőre egyébként kóstolható, a gyümölcsörtől, a szájderen keresztül, a vágotton, a szűretlen pilznerig bezárólag, úgyhogy én mondjuk azt nagyon szeretném, ha egyszer eljutnék odáig, hogy egy ilyen söröntőnél tudnék időzni egy órát, mondjuk ezen a fesztiválon, az csodálat. Akkor hinném el egyébként, hogy a Fezen egy rendkívül sikeres fesztivál.
A magyar kedvencek közül csütörtökön láthatjuk Ákost és Majkát, hosszú idő után újra közös koncertet ad szombaton a Hobó és a Bill, a magyar blues rock két megkerülhetetlen legendája, és itt lesz a Halott pénz, a Quimby és a Well Hello is. A csocsóbajnokság és a bringa párbaj mellett különböző fitness programokkal és az élvonalbeli fehérvári sportcsapatokkal várják a fesztiválozókat. A helyszínen még lehetőség lesz korlátozott számban jegy- és bérletvásárlásra. Mészáros Attila alpolgármester elmondta, hogy a város számára mindig nagy-nagy várakozás a Fezen, egyúttal kéri a környékben élők türelmét is. Fontos, hogy főleg az ő érdekükben is a Mártirok útját a bejutáskor, ha lehet, akkor kerüljék el a fesztiválra érkezők az Újváraja sor felől, Széchenyi utca Újváraja sor felől érkezzenek, ha tehetik. Egyrészt itt sokkal több a parkolási lehetőség, másrészt pedig nyilván a szervezők a harmannal közösen buszjáratokat indítanak, amit szintén igénybe lehet venni, úgyhogy használják ezeket a lehetőségeket. Figyeljék az útlezárásokat, az útterüléseket, és még egyszer mindenki türelmét és megértését szeretnék kérni a következő 4 napban. Milyen hatással van a város kulturális életére a fesztivál? Én azt gondolom, hogy különböző kulturális programok között kiemelkedik a Fezen, hiszen nyilván egy nagyon nagy látogatottságot vonzó rendezvény, másrészt pedig nyilván, mint mondtam, mindenki számára adott a szórakozási lehetőség, hiszen nagyon sokszínű a kínálat itt a Fezenen a következő 4 napban, de azt gondolom, hogy itt július végén a különböző sport és egyéb kulturális programok között pedig egy üdes színfolt a város életében. Azt gondolom, hogy ez idén is nagyon-nagyon sok székesfehérvári fog kilátogatni. A 23. Fezen Fesztivál pedig már megnyitotta kapuit. Nézzük, hogy mi történt az elmúlt pár órában. Legyen áram, internet, mindenki be tudjon ülni a kis helyére, működjenek a számítógépek, a vonalkódolvasók, önkéntesek, biztonsági örök, mindenki a helyükön legyen, és el tudjuk kezdeni beengedni a népet, hogy hadd szórakozzanak, meg elfoglalhassák a sátorhelyüket. Mai napon talán Airburn, nekem még átsenemi, ami nagyon nagy név, aztán igazából ennyi, meg lesz a Storm is. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg, aki tehát teheti, jöjjön el ide a Fezenre, ebben a 4 napban is érezze jól magát, én ezt kívánom mindenkinek, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!